Polgári Mondó. Érték a felszín alatt. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Polgári Mulatóval, hogy ennek az esős este ellenére ennyien összejöttünk, ezt nagyon hálásan köszönjük, aki nem csak a mai világban nem csak arra vár, hogy a YouTube-ra vagy egyéb internetes csatornákra fölkerüljön az előadás, hanem megtisztelik avval, hogy támogatják az előadásokat, a külön hálás köszönetet mondunk. És a következő, nem akármilyen napra ébredtünk ma, mert Mária ünnepünk van ma is, hogy ez megpecsételi ezt az estét, ez külön öröm, szeplőtelen fogantatás napja van, és ez azzal ellentétek van, amik keringenek a világban, ez egészen pontosan inkább azt jelenti, hogy Mária édesanyja, Anna szeplőtelen fogant Mária édesanyja méhében. Tehát, hogy maga az áteredő bűn nélkül fogant. Egyedül ezt csak és kizárólag a katolikus egyház Szűz Mária tekintetében fogadja el, amit már a régi időkben is próbáltak előterjeszteni. Azt hiszem, hogy jezsuiták voltak, akik ezt próbálták előterjeszteni, de igazából hittanként, ha jól emlékszem, IX. Pius volt, aki ezt sikerült elfogadtatnia és tanná tennie. 1854. december 8-án, és azóta ez egy Mária ünnep. Úgyhogy nagyon örülök, hogy ezen a napon találkoztunk, és elfogadta Pester úr, professzor úr a meghívásunkat, aki a korábbiak során az emberi erőforrás minisztere volt, aztán 18-tól 22-ig, 22-től pedig a miniszterelnöki biztosként üdvözölhetjük, és hát az onkológiai munkásságát azt nem hiszem, hogy be kéne mutatni, fantasztikus tetteket hajtott végre, ami maradandó nyomot hagy maga után. És hát ami a legfontosabb, az archeogenetika terén nagyon-nagyon-nagyon fontos területet, amit szerintem érinteni is fogunk a mai nap folyamán. Erről is lesz szó többek között a Presztitas Kita Hunavar magyar kontinuitás mellett, ami gyakorlatilag az előadásunknak a címe. Úgyhogy nagy szeretettel fogadjátok Kásler professzor urat. És még egy gondolat, hogy a Jóisten éltesse és áldja minden törekvésségével, hiszen két nappal ezelőtt volt a szívem, a névnapja, bocsánat. Boldog névnapot, Isten éltesse! Tisztelettel üdvözlöm kedves minnyájukat. Köszönöm a nagyon megtisztelő meghívást, bemutatást. Már csak annyi dolgom van, hogy beszéljek az eredetünkről, és ezen belül az archeogenetikáról. Körülnézünk a nagyvilágba. Azt látjuk, hogy az euróatlanti világ mélységes válságban van, ideológiai válságban, gazdasági válságban, népszaporulat jelentősen csökken. Tehát általában el lehet mondani azt, hogy azzal párhuzamosan, hogy feladják a múltjukat, a hagyományaikat, az identitásukat, elveszítik a pozícióikat a nagyvilágba. Ezzel szemben, ha a keleti ősi kultúrákra tekintünk, Japán, India, Kína, Korea, lehetne folytatni, ezek a válságjelenségek ott nem észlelhetők. Miért? Mert ők nem adták fel az identitásukat, nem adták fel a hagyományaikat, a vallásukat, a viszonyulásukat a föld többi lakójához, és nem adták fel a misztikát, nem adták fel a spirituális megközelítéseiket. Ebben a helyzetben én úgy gondolom, hogy Magyarországnak és a magyar nemzetnek egyetlen egy lehetősége van, ha túl akar élni, megőrizni mindenek előtt a nyelvét, az identitását, feldolgozni a történelmét, a kultúráját ápolni és a hagyományait. Ha bele akarok kezdeni abba, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk,
kik voltak az őseik, mit akartak a Földön, mik voltak a céljaik, volt-e küldetéstudatuk, akkor rögtön a legnagyobb viták kellős közepébe találjuk magunkat, ugyanis volt egy magyar hagyomány, amelyik amióta visszatudunk a múltunkra tekinteni, teljesen egyöntetű volt, és egybecsengett a latin krónikákkal, bizánci, görög nyelvű krónikákkal, de akár egybecsengett a arab történetírókéval is. Ez pedig teljesen egyértelműen az volt, hogy a szkíták, a hunok voltak az őseink, az avarok voltak a rokonaink, és mi az ő leszármazottai vagyunk. Adunk egy ilyen mikrofonot, kell tartani. Köszönöm. Jó lesz így. Hát ez az a terület, ahol a leglényegesebb változások zajlottak le az első ismert 900 évünkhöz képest, ugyanis az 1700-as években egy Sajnovics nevű szerzetes, aki asztrológus volt, Dániába utazott, mert egy csillagászati eseményt vártak, azt akarta megfigyelni. És ott feltűnt neki, hogy néhány Skandináviában élő népcsoport beszédje nagyon úgy hangzik, mintha magyarul beszélnének, ha távolról hallja az ember, és nem figyeli az értelmét. Lapokról van szó. Sajnovics úgy tudta, mint ahogy a korban mindenki, hogy a Jóisten egyetlen egy nyelvet adott az emberiségnek, azt a nyelvét beszélték, egy nyelven beszéltek, és ugyanúgy ennek megfelelően gondolkodtak. A bábeli zűrzavarban szűnt meg a nyelv egységessége, szakadt nagyon sok nyelvjárásra, nyelvre, és ugyanígy szétesett az emberiség egységes világképe is. Ezt a megközelítést teljesen elferdítve, kifordítva az 1848-49-es szabadságharc után két német anyanyelvű tudós, Josip Budenc és Hunsdorfer, hát úgy ismerjük őket ugye, hogy Budenc József és Hunfalvi, ők dolgozták fel olyan értelemben, hogy csatlakoztak a kor szellemiségéhez, amelyik a középkorban használatos pátria haza után az emberi gondolkodás középpontjába emelte a nációt. Tehát a nációhoz való tartozás definíciója akkor született meg, és értelemszerűen a germánok, szlávok etnikai és az etnikum mellett az egységes nyelvre vezették vissza a nemzet fogalmát. A neolatinok, franciák elsősorban az éppen egységesülő félbe lévő Itália, pedig a kultúrára, nyelvre, hagyományokra, tehát sokkal szélesebb alapokra vezette vissza. Itt említem meg, hogy a napóleoni francia forradalmat követő időszak az, amikor a legalább 20 féle nyelvet, illetve nyelvjárást beszélő francia királysági területeket, hát majdnem azt mondom, hogy korbáccsal, terrorral, kényszerítéssel egységesítették, mert a provanszál nyelvet beszélők szinte nem értették meg azokat, akik Normandiába egy késő normand nyelvet beszéltek. Igen ám, csak a magyar nyelvet nem lehetett besorolni egyik eddig említett nyelvcsaládba sem. Tehát úgy gondolták, hogy valamilyen nyelvcsaládba azért csak kellett, hogy tartozzon,
És ha már szabad a választás, akkor válasszuk a szabadságharc dicsőséges hadjáratai és osztrák részről szégyen teljes befejezése után a gyűjtögető, halászgató, békés, mindenféle külső impulzust elfogadó, beletörődő népcsoportokat, az úgynevezett finnugorokat, amelyek ilyen formában soha nem léteztek. Nagyon sokféle, sokszor csak pár ezer ember nyelvét, a legnagyobb népcsoport a finnugor nyelvcsaládnak nevezett konglomerátumban magyar, a 15 millió emberrel összesen olyan 28-30 millió emberről van szó. Persze a finnugor elmélet megjelenése nem tudta kitörölni a nemzet emlékezetéből a szkíta múltat, a hun múltat. Emlékeztetőnek mondom az utolsó nemesi insurrekcia, nemesi felkelés, a győri csata 1808-ban, Napóleon hadjárata alkalmából. Eszterházy nádor úgy lelkesítette a nemesi, utolsó magyar nemesi hadsereget, hogy úgy harcoljatok, ahogy a szitja őseitek, szkíta őseitek. Leírják a krónikák, hogy amikor Kijev mellett elvonult álmos hadserege, és megütközött a szláv fejedelmek egyesített csapataival, némi ífeszítő nép csatlakozott hozzájuk, már álmos is a szkítákra, a szitjákra hivatkozott. Különös játéka a sorsnak, majdnem azt mondom, hogy a véletlen, hogy nem volt egyeduralkodó a finnugor elmélet, mert Vámbéry Ármén nem sokkal később, talán 10-15 év a különbség, felvetette a török, türk etnikai és nyelvi azonosság, rokonságnak a kérdését. Ő nagyon könnyen utazgatott a Káspi-tenger környékén, mert az angol elhárítás ügynöke volt, tehát nagyon olcsók voltak a korabeli karavánszerályok, élelmiszer és a közlekedési eszközök, lovak, tevék. Minden esetre ez a kétféle megközelítés kitöltötte az elmúlt 150 évünket, és aki gyakorlatilag szóba hozta azt, hogy de van nekünk egy ősi hagyományunk, amit alátámasztanak írott források, krónikák, régészeti leletek, az Árpádok dinasztiájának az eredet tudata, amit azért komolyan kellene venni, mert hiszen Európa egyik legjelentősebb uralkodó családja, amelyik legalább Krisztus után 860-tól 1301-ig uralkodott egy óriási területen és egy birodalmat vezetett, ami mindig nagyhatalmi, de legalábbis középhatalmi státusban volt, feltehető, hogy tudták, hogy honnan származnak. Arról nem is beszélve, hogy volt írásuk, ami rendelkezésükre állt. Ha belegondolunk mi magunk, mi is visszatudjuk a családunkat általában, vagy anyai, vagy apai ágon, jó néhány évtizedre, akár évszázadokra is vezetni. Feltehető akkor, hogy az Árpádok viszont pontosan tudták, hogy kicsodák. Amikor a skandinávok kezdték feszegetni a etnikai rokonság kérdését, és ez a 980-as évekre tehető, és a finnek is egyre többet cikkeztek arról, hogy a közös eredet nem áll fenn sem a magyarokkal, sem a többi úgynevezett finnugor néppel, akkor a magyar hivatalosságok is retiráltak ebből a helyzetből, és visszahúzódtak a nyelvi rokonság védőbástyája mögé. Persze nagyon érdekes, hogy manapság a társadalmi tudományos vitákba
úgy hangzik el, mintha soha szóba se került volna, hogy etnikailag rokonok lennénk a finnekkel, vagy akár az ugorokkal. Hát olyan módszer áll rendelkezésünkre manapság, az archeogenetika, amivel rendkívül nehéz vitatkozni, mert miután Watson és Clark leírták a DNS-t 1953-ban, harmadik volt Monod, aki ehhez hozzájárult, épp most vették vissza a Nobel-díját, és tiltották ki minden tudományos újságból, mert a DNS vizsgálata alapján az emberi rasszok között szellemi kapacitásbeli differenciákat jegyzett meg, tett közzé. Tehát 3,5 millió bázispárból épül fel az emberek átörökítő anyaga, nagyon szigorú rendbe, apai és anyai ágról örökölve mindezt, és a férfi és a nő között a különbség a 23. pár kromoszóma egyik tagja, ami apai ágon Y-kromoszóma, az összes többi, tehát férfiaknál 22, a nőknél pedig 23, az X-kromoszóma, ami számos további lehetőséget ad tudományos vizsgálatokra. Erre visszatérnék, de ha megtetszenek engedni, mielőtt erre rátérnénk, ezt a két térképet ajánlom szíves figyelmükbe. Itt már a Magyarság Kutató Intézet populáció genetikai eredményei is fel vannak tüntetve, ami szerint a bronzkortól van egy őslakosság Európában, amelyik tulajdonképpen a Kárpát-gerinceken belül végig és folyamatosan itt élt és itt maradt. Ez a pré-szkíta időszak, amit aztán kitöltött a szkíták időszaka, és erre az időszakra sok száz évről beszélünk, az jellemző, hogy nyugati irányból keleti irányba vándoroltak az emberek egészen a csendes óceánig, ami számunkra még ma is szinte megfoghatatlan távolságot jelent, gyakorlatilag a steppe övezetét, és ezt az óriási területet belapták. A szkítákról az ókori történetírók megemlékeznek, Hérodotosz is a történetírás atya, és Sztrábón is. Hérodotosz írja le azt az ókori diszkusziót, hogy melyik a világ legrégebbi népe. És érveket sorol fel az egyiptomiak mellett is, de végül is odajukat ki, hogy a legősibb nép a szkíta. Nagyon sok szép dolgot ír le róla, számos találmányuk volt, felfedezték a nadrágot, felfedezték a csizmát, felfedezték a kengyelt, háziasították a lovat, a kengyel segítségével meg tudták ülni a lovat, komoly lovas hadseregeket tudtak létrehozni, de nem ez az igazán megkapó Hérodotosz leírásában, hanem ahogy a jellemüket ábrázolja, a család szerető, egyenes, tisztességes, szavatartó és hasonló tulajdonságokat írnak le. Nagy vonalakban mondanám, hogy a szkítákat, akik európidok voltak, szőkehaj, barnahaj nagyon gyakori volt, szőkék volt, tehát kékszeműek, zöldszeműek, tehát megjelenésükben is európai emberek voltak, őket váltották fel az évszázadok folyamán a hunok, amelyeknek a sok népcsoportnak a szervezője egy Mao Tun nevű hun király volt, elég kegyetlen körülmények között vett át a hatalmat az apjától, ahogy a kínai évkönyvek ezt leírják, és hozott létre egy nagyon jelentős ázsiai hun birodalmat Krisztus előtt első negyedik század közé teszik
a hunok felfutását Ázsiában és térnyerésüket. Annyit mondanék, hogy hivatásom révén nagyon sok meghívást kaptam, Pekingben is többször jártam, sőt, mi több az intézetnek egy testvéri intézménye volt, a Senkái Onkológiai Intézet, ez Mandzsúriának a fővárosa, a történelmi néven Mukden. Ott a helybeli múzeumban gyakorlatilag az Árpád korabeli magyaroknak a fegyverzetét, ruházatát láthattam, de szinte még a legapróbb részletben sem volt semmiféle eltérés. Pekingtől kb. 60 kilométerre északra építették meg a nagy kínai falat, pontosan ezek ellen, a nomádok ellen, ami nem jelentette azt, hogy ne törték volna át, és ne foglalták volna el akkor még több királyságból álló óriási kínai területeket. Az arisztokrácia a kínaiakkal összeolvadta, nép is többé-kevésbé ekkor jelennek meg az ázsiai vonások ebben a populációban, de nem jelentette ez a közeledés, egybeolvadás, közös élet a teljes felolvadást, felszívódást, mert az uralkodó osztály, a politikai, katonai elit megtartotta jellegzetességét. A hunok Krisztus után körülbelül 200 évvel tűnnek el a kínai évkönyvekből, egyszerűen azért, mert amit a szkíták nyugatról keletre megtettek, azt ők fordított irányba kezdték bejárni, és körülbelül Krisztus után 200-ban érték el az Urált, érték el Európát, és ez az az időszak 370-ig, amikor eljutnak a Kárpátok gerincéig, átlépik és elfoglalják a Kárpát-medence területét egészen a Duna vonaláig, azt követően a Dunántúlt is. Ezt azért szerettem volna előre bocsájtani, mert minden, amit eddig elmondtam, archeogenetikailag bizonyított. Tehát bizonyított az, majd az előadás közben rátérek, hogy milyen módon, bizonyított az, hogy a Prészkíta-Szkíta etnikai folytonosság fennáll. Fennáll a Szkíta-Hun etnikai rokonság is, fennáll az azonosság az ázsiai hunok és az európai hunok között. Egy nagyon közeli rokon népnek kell tekinteni az avarokat, és ugyancsak ebbe a népcsoportba, amit összefoglalóan ífeszítő népeknek is lehet nevezni, ugyan ebbe tartoztak Árpád magyarjai. Azért nem mondom, hogy a honfoglalók, mert volt a ma élő magyarságnak egy nagyon jelentős része, ami Krisztus előtt 2-3 ezer évtől kezdve egészen a mai napig itt él. Mi jellemezte az úgynevezett ífeszítő népeket? Hát mindenek előtt az, hogy nagyon hasonló volt az életformájuk, az életmódjuk, viszonyulásaik egymáshoz, illetve elnézést kérek, ez többször előfordul még. Az a mód, ahogy államot alkottak. A harcmodoruk ugyancsak nagyon hasonló volt, és nagyon jellegzetes volt. Említettem a lovak megszelidítését, és a lovasságnak a megszervezését, ami zömmel könnyű lovasságot jelentett, de megjelentek a nehéz lovasok is, amik vagy fémekből viselt öltözéket lovakra is értve, vagy pedig szárított, speciálisan preparált bőrből készültek. Közülük a leghíresebbek a pártuszoknak a fegyveresei, ugye a katafrakt, bizánciak így hívták.
ezt a típusú katonát. Ők Krisztus előtt 250-től, Krisztus után körülbelül 250-ig alkottak egy rendkívül erős államot, amelyen minden külső támadás megtört. Árszak volt az első fejedelmük, és árszakidáknak nevezték az utódait. Egyébként Máni is ebből a dinasztiából származott, és ő teremtette meg az egyik Eretneknek nevezett keresztény vallást, a maniheizmus. De ez egy egészen más kérdés. Végén, ha tetszene kérdezni, nagyon szívesen kitérek erre is. Tehát a pártuszok már olyan birodalmat alkottak, hogy az első római triumvirátus harmadik tagja, a pénzember Crassus, vezetett Partia ellen egy hadjáratot az összes keleti légióval, amit Karénál olyan módon számoltak fel a pártuszok, hogy senki nem maradt életbe. Se Crassus, se Crassus fia, se a hadseregében gyakorlatilag senki. A második római hadvezér, aki hadjáratot vezetett Partia ellen, Marcus Antonius volt, a saját római légióival, illetve Kleopátra egyiptomi segédcsapataival, ő is elveszítette a pártuszok elleni hadjáratát, akik kiterjesztették a birodalmukat Pompeiusszal körülbelül egy időben, tehát még mindig az első triumvirátusnál tartunk, egészen a későbbi vagy korabeli Judea területére, illetve Izrael északi részére, mondhatom így is. Nem nagyon közismert, és nagyon jellemző az, ahogy hallgat a történet írása pártuszokról, hogy azon a bizonyos március idusán, amikor megölték Cézárt, másnap akarta a Partia elleni hadjáratot elindítani, de így erre nem került sor. Még annyit említenék Partiáról, hogy Augustus a végrendeletébe leírta, hogy mindenki vezetett bárhova hadjáratot, de azt, hogy Partia ellen római csapatokat vezessen bárki, azt megtiltja. Írta ezt azután, hogy Krisztus után 90, ha jól emlékszem, Arminius germán seregei totára verték, leradíroztak négy légiót, és ugye a híres jelenet, hogy bolyongott félőrülten Augustus a császári palotába, és fennhangon szólította fel Varust, hogy Varus, add vissza a légióimat. Tehát ilyen előzmények vannak, vagy ilyen történelmi események vannak az ífeszítő népek történetében, amit ha folytatni akarok, akkor mindenféleképpen a hunokkal kell folytatni, méghozzá az európai hunokkal, akik egy rendkívül intenzív, masszív, főleg Nyugat-Európában, tehát a Kárpát-medence volt a nyugati vonulásuknak talán a legdélibb része mostani Közép-Európában, nyomták maguk előtt a germánokat. A germánok egy része a hunokkal szövetséges volt, a másik része nem. Amit külön meg kell említeni, azok a frankok, mert ők alapították meg aztán Franciaországot érdekes módon, a neolatin Franciaország alapító törzse, az egy germán törzs volt. Első királyuk volt Kilderik, második királyuk volt Klodvig. Klodvig vette fel Krisztus után 494-ben a kereszténységet, Szent Remigius püspök keresztelte meg, és ott hangzott el a híres mondat, hogy hajtsd meg a fejed, büszke szikámber, amit eddig imádtál, tagadd meg, és amit eddig megtagadtál, azt imádd. Beszélgettem egy vezető francia politikussal, megemlítettem szikambriát, szikámbereket,
Frankokat, Klodvigot és a többi, nem is hallott róla. Tehát ott vágott a húsomba az addig is ismert tény, hogy felhagyták, elhagyták, megtagadták, ahogy Klodvig megtagadta azt, amit addig imádott, ugyanígy a mai franciák megtagadják az őseiket, nem tudják, hogy kik voltak, nem tudják, hogy mit csináltak, és miért. Attilánál azért állnék meg egy pillanatra, mert az Árpádok úgy tudták, hogy Attila volt az ő ősük. Ugye a dinasztia nevét a korban úgy nevezték, hogy a Turul dinasztia, majd ő, miután 1192-ben harmadik Béla szentté avattatta a harmadik Árpádházi férfit, Lászlót, Szent László, azóta nevezték úgy a dinasztiát, hogy a Szent Királyok nemzetség. Az, hogy Árpádház, ez egy 1700-as években megjelent fogalom. Ha megkérdezték volna az Árpádokat, vagy az Ansukat, vagy néhány vegyesházi uralkodót, és leárpádozták volna, vagy árpádházizták volna, nem tudták volna, hogy ki miről beszél. Ők nem így tudták. Egyébként, ha már itt vagyunk, az Ansuk is árpádházinak tartották magukat, hiszen Leányágon árpádháziak voltak, és a Száli törvény értelmében a leányági öröklődést Európa nyugati felében akkor már elfogadták. Nagy Lajos lánya Mária így lett Magyarország király nője, és luxemburgi Zsigmond, aki a férje lett, bár három ágon, tehát a három felmenője volt leányági árpádházi. Mind a két nagymama, plusz még előtte is. Mégse ő örökölte a trónt, hanem a királynő férje lett. Férje és védelmezője. Csak Mária szerencsétlen lovas balesete után, még átmeneti próbálkozások mellett úgy jutott hozzá a magyar trónhoz. Tehát Attila. Miért volt az, hogy a Szent Királyok nemzetsége mindig minden körülmények között ragaszkodott Attila emlékéhez? Egy mélyen katolikus korban, mélyen hívő dinasztia, amelyik több szentet adott az anyaszentetjáznak, mint az összes európai dinasztia együtt. Erre majd, ha megtetszenek engedni, nagyon röviden visszatérek. Mit tudunk Attiláról? Hát azt, ami a hagyományunkban megmaradt részben, részben pedig, amit leírnak a krónikások, Jordanész és még néhányan. Közbevettem, hogy első Lipót, amikor összeállította olaszokkal a magyar történelmet, mert szerette volna tudni, hogy a török kiűzése után az országnak, ami a birtokába jut, bár koronázott királya volt, milyen volt a történelme. És 1690 körül az itáliaiak még úgy írták le, hogy a magyarok első királya Attila. És így tovább. Mi Attila? Igen, hogy befejezzem. Tehát amit leírtak róla. A neolatin források, főleg itáliaiak, teljesen egyértelműen egy szörnyeteknek írják le, és a germán források közül is az észak-germán szágák hasonlóképpen ábrázolják, ugyanakkor viszont a dél-germán mondakör, aminek két nagy tétele van, az egyik az Arthur legendakör, a másik pedig a Nibelungen Lied, ők pedig egy jóságos atyai, tehát olyasminek, mint ahogy Priscos Rétor annak idején Attilát egyetlen szemtanúként jellemezte. A mi emlékezetünkben Attila képe nagyszerű, világtörténelem egyik legnagyobb hadvezére. Az Árpádok emlékezetében pedig úgy maradt meg,
aki az ég küldöttje. És ha megnézzük a minősítő jelszőit, ő volt az Isten ostora, Flagellum Dei, korbács, ostor. Ki használta az Isten ostorát, akiről tudunk? Hát egy ember, aki a kufárokat kiverte a templomból. Malleus Orbi. Világpörője, ahogy Arany olyan szépen írja. Nem tudom, van itt orvos rajtam kívül? Malleus, sarokcsont. Ami lehet pöröly is, lehet kalapács is. A pörölyjel nem eszél érdekében oda lehet ütni, de a kalapáccsal lehet formálni. Tehát Attila formálta a népeket, mert a germánok számára ő tette lehetővé az állam megalapítását. Az ő birodalmában szolgaság volt, de az a típusú rabszolgaság, ami a keleti és a nyugati római birodalomban volt, nem volt ismeretes. Megnézzük a következő fennmaradt szó összetételt. Az Isten kardját forgatta. Isten kardját kiforgatja. Az, aki az isteni törvényeket védi. Tehát ha ilyen kontextusban próbáljuk értelmezni ezeket a fennmaradt jelzőket, akkor további gondolatokhoz lehet eljutni, és én még egyet tennék hozzá. Attilát soha senki a harcmezőn legyőzni nem tudta. Ahogy leírja egy későbbi krónikás, mert nem tudta legyőzni, az oroszlán és a farkas. Az oroszlán Leó pápa volt, ugye Leó fordítva az lefordítva az oroszlán, Lupus pedig a trójai püspök. Miért? Mert Attila megérezte a másik szakralitását, és nem foglalta el Rómát, nem foglalta el Trójét. Attila után az emléke fennmaradt és öröklődött, nem csak a nyugati népeknél, hanem nyilvánvalóan a keletieknél is, hiszen Attila halála után, a testvér küzdelmek után, a hunok visszahúzódtak a Kárpát-gerincen kívülre, de nem szűnt meg a hun birodalom. Ha Attila címeit végignézzük, többek között írják, hogy a médek királya. Ez megint nagyon messzi történelemre utal vissza. Médek, madák, és a többi, és a többi. Ífeszítő népekre utal vissza. Szakák, eftaliták, jazigok, szarmaták. Lengyelek miért olyan hasonlóak, mint mi? Hát, mert ők szarmata leszármazottnak tartják magukat. Ez csak úgy félig tréfásan mondott, de az egyik magyar politikus azt mondta, hogy biztos, hogy a történelmünkben van valami közös, ez a szimpátia alapja. Aztán utána jöttek az archeogenetikai kutatások, és tényleg úgy néz ki, hogy valamilyen néhány 1500 éves távlatban vannak közös gyökereink. Hogy tudja a magyar hagyomány? Úgyhogy Attila utáni hetedik nemzedék, vagy hatodik, ha úgy tetszik, ügyek, az ügyek fia, hetedik nemzedék Álmos. Álmos édesanyja álmába egy jelenést látott, amikor megjelenik az ég küldöttje, a turulmadár, és az álomnak a megfejtése az volt, hogy a méhéből egy kis patak indul, amelyik idegen földön óriási folyammá dúszad, és szent királyok származnak a méhéből. Tehát ez vetíti előre az ég küldöttjének, Álmosnak, illetve a dinasztiájának a további történelmét. Az ífeszítő népek álomokat alkottak. Szabados Gyuri örök igazsága és érdeme az, hogy definiálta a sztepei államot, és
pontosan beleillesztette az állami állam definíciójába, és a sztepei magyar államnak a jellegzetessége az volt, hogy szuverén volt, integer volt a folyamatos expanzió mellett, az ősök tiszteletén alapult, átvette az ősök küldetéstudatát. Ez a magyar küldetéstudat, egyszer, ha lesz alkalmunk, én nagyon szívesen ezt 1100 éven keresztül végigvezetem. A következő összetartó erő a terület feletti hatalomnak a birtoklása és elismertetése, tehát a népek, népcsoportok ezt a hatalmat elismerték. És végül a közös célok, és a közös célokért a közös erőfeszítések. A nagyfejedelmek korát ez jellemezte, de ez a hagyomány a keresztény állam, tehát a második magyar állam megalapítása után változatlanul fennállt, és a keresztény állam statutumai között, attribútumai között alapvetően fontos szempont volt. Nézem itt közben, hogy miket írtam fel emlékeztetőként, de hát annyit akkor még ehhez hadd tegyek hozzá, hogy amikor megjelentek Árpád magyarjai, először körülbelül olyan 860 körül leírják, hogy Bécs alatt jelentek meg Nyugat-Európában több helyen. Nagyon úgy néz ki, hogy nem egyetlen egy hullámba érkeztek ide, hanem folyamatosan szállták meg a medencét, illetve hát a Zöm érkezett meg Árpáddal. Na most előtte még az avarokról annyit mondanék, hogy 567-ben alapítanak a Kárpát-medencében egy nagyon erős sztepei államot, megint csak nem nagyon közismert, de ugyanannyi járandóságot fizetett Bizánc a avar kagánoknak, amennyit annak idén Attilának fizetett. Fennállt a birodalom egészen 804-ig a Nagy Károly féle híres hadjáratig, amikor az avar hatalom meggyengült, megtört, az avar törzsfőnökök jó néhányát megkeresztelték, fennmaradtak a keresztény neveik, minden esetre a Dunántúról kiszorultak, tehát amit a nyugat-rómaiak annak idején a 370-400 körülig kialakítottak. Körülbelül ez volt az a határvonal, amit most már az itáliainak nevezett nyugatiak, itáliaiak, keleti frankok, és a többi, és a többi, többé-kevésbé belaktak más néptöredékek mellett, avarok mellett, akik tömegesen éltek tovább az Alföldön és a Kárpát-medence egyéb részein. Szorványosan lehetett találni szlávokat, nem téma Ómoráviának az ismertetése, de maradjunk abban nagyon röviden, hogy az az Ómorávia, nem az a Ómorávia, amiről a szlovákok írnak, feltehetően két része volt, egy északi és Szirmium környékén, délen egy másik, mindenféleképpen a keleti frank királyság kötelékébe tartozott, és végül az Alduna mellett és Erdélyben előfordultak bolgár töredékek. Ha nézzük a történelmet, mi történik? Tehát olyan a Kárpát-gerinc, mint egy szelep, amelyik oda-vissza mozgásokat tesz lehetővé, és lehet értelmezni az eseményeket úgy, hogy amikor a Kárpát-medencei rokon népek ereje, hatalma, állama meggyengül, akkor mindig jön egy újabb hullám, hunok után az avarok, avarok után a magyarok, amelyek megerősítik, stabilizálják, és nagyon gyakran újra nagyhatalmi pozícióba segítik ennek a területnek
a népességét. Most nem beszélünk nemzetről, mert messze vagyunk a franciáktól 1789-től. De az biztos, hogy a Duna vonaláig az egész medencét birtokba vették körülbelül olyan 895-96-ig Arnulf, keleti frank király, időnként császárt írnak szövetségében, aki azért hívta be ismételten sokadik alkalommal a magyarokat, hogy a lázadó hűbéreseit segítsenek féken tartani. Miután a Dunántúl kivételével mindent megszálltak, akkor érkezett Berengár meghívás, hogy Langobárd király volt Lombardia, hunok után Alföld, Gepidák, Dunántúl Longobárdok, Gepidák kinyomják a Longobárdokat Lombardiába, innen a nevük, és így jönnek be szépen a avarok, akik kinyomják a Gepidákot is. Berengár azért hívja a magyarokat, mert német, tehát akkor még nem volt német-római császárság, csak első Otto után, de ő keleti frank császár akar lenni. Arnulfot meggyilkoltatja, a gyermeke, pici fiú, gyermek Lajos, ahogy a pozsonyi csata apropójából feljegyezték. És a magyarok megjelennek Lombardiában, és zseniális hadvezetéssel Berengárt szinte teljes mértékben megsemmisítik. És ha már megsemmisítették Berengár észak-itáliai hatalmát, akkor egyúttal a Dunántúlt is birtokba vették. Ez az a mozzanat, amikor Berengár látja azt, hogy az ő nagyhatalmi ambícióit valóban perfektuálni akarja, akkor a magyarokra ehhez szüksége van. És itt jön az a fordulat, amikor a magyarok ellenségéből a magyarok szövetségesévé válik Berengár. Ezt követi a meghívás, amikor Kurszán vezért hívják a bajorok egy békés találkozóra, és meggyilkolják. A fiam a Deutsche Schule-ba járt, és tanították nekik történelemből a Ungáris Reuberband, de stb. A gyerek jelentkezett, fölállt, mondta, hogy 904-ben a bajorok meghívták Kurszánt, és orvul meggyilkolták. Erre kapott egy ötöst, ami ott egyes. Én meg mondtam, hogy nyugodtan szerezzem még ilyen ötösöket, mert ez belefér. Elnézést, hogy anekdotázom. De nem vitás, hogy a magyarok hatalmának a gyarapodása határozottan zavarta a keleti frankokat, és akkor került sor 907-ben a Pozsonyinak nevezett, de több ütközetből álló hadjáratra, amit Gyermek Lajos helye gyakorlatilag a világ és az egyházi főméltóságok, hercegek, érsekek, püspökök vezettek a Duna két partján, illetve a Dunán a hajóhad. Ősi taktikát alkalmaztak a magyarok, felperzselt földtaktikáját, szétverték először a Duna jobb partján lévő sereget, éjszaka átkeltek a Dunán a hajóhad mögött, mire felébredtek volna északi seregek harcosai, megsemmisítették őket, hajókat felgyújtották. Visszavonultak egészen Enzburgig, ott még egyszer megpróbálták megállítani a magyarokat, de ott megverték őket még egyszer. Akkor szállták meg a Bécsi medencét, értelemszerűen a
akkor még jelentéktelen falucska Béccsel együtt, aztán utána ezt megtette Szent István is, megtette Mátyás is. No, tehát azt akarom elmondani, hogy ahogy a Deutsche Schule-ba is tanítják, így tanították velünk is, hogy Räuberbande, rabló hadjáratok, rabló bandák. Nem kimutatható az, hogy mindig csak észak és délfele, tehát mindig csak nyugat és délfele vezettek hadjáratokat, mert ott tartottak attól, hogy olyan hatalmi góc alakul ki, ami veszélyes lehet. Mindig a gyengébbel kötöttek szövetséget az erősebb ellen. Ez így volt a kelet-frank birodalomban, és így volt Bizánc esetében is. Soha nem vezettek hadjáratot se a lengyelek felé, se a kijevi rusz fele. Nyilván nem állt fenn az a veszély, hogy egy olyan hatalmi csoportosulás jön létre, ami veszélyes lehet, vagy katonailag nem állt fenn, vagy olyan viszonyrendszerben voltak ezzel a két területtel, ami a veszélyt, hát ha van ilyen egyáltalán a történelemben, meg a politikában, kizárta, vagy jelentősen minimalizálta. Következő dolog, amiről feltétlenül szót kell ejteni, a vérbulcsónak a szerepe. Itt hozzátartozik a kérdéshez, hogy a kereszténység mikor jelent meg Magyarországon, a Kárpát-medencébe. Honfoglaláskori régészeti leletek között a leggyakoribb régészet az egyenes szárú kereszt. Még soha nem láttam, hogy valaki feldolgozta volna, hogy miért pont egyenes szárú, és miért a templomos lovagoknak a keresztje volt egyenes szárú. Lehet, hogy teljesen véletlen, lehet, hogy valami ok ennek az összefüggésnek van. Minden esetre teljesen egyértelmű, hogy a frankhódítás után már, ahogy említettem, számos keresztény maradt elsősorban a Dunántúlon, de tudjuk azt, hogy a bizánci térítés is rendkívül jelentős volt, Gyula, Ajtony, Vérbulcsú Bizáncba járt, ahol megkeresztelték, le van írva. Sőt, mi több, ugye a bizánci rangok úgy jöttek egymás után, nem azzal kezdődött, hogy Cézár és a többi, hanem úgy kezdődött, hogy Augustus, Cézár, és a többi, többek között Patricius. Tehát azzal kezdődött, hogy Augustus fenséges, és utána jött a többi jelző. Búcsút ebből az alkalomból Patriciusszá ütötték, és a császár vendégbarátja címet kapta meg, ami rendkívüli elismerés volt. Na most, ha búcsút helyesen akarjuk értelmezni, és a 954-es hadjáratára gondolunk, ez másfél év volt, és 5000 kilométert tettek meg. Számos birodalmon keresztül eljutottak egész Dél-Hiszpániáig, Sevillaig. Visszafele, ha már arra jártak, akkor túljutottak azon, ameddig Attila eljutott, és egész Otrantóig, tehát a Csizmának a legdélibb pontjáig jutottak el. Egyszerűen zseniális hadvezér volt, meghaladta a hadvezéri teljesítménye, ha ebből a szempontból nézem, Attila. És hazahozta a seregét úgy, hogy egyetlen egy karcolás. Ha rabló hadjáratot vezetett volna, akkor társzekereket visz, vagy hajókon. Mert a hajót meg lehet pakolni elég rendesen. A vikingek ugye manapság nagyon népszerű, hát a bárkában nagyon sok minden belefér. Gabona marha, aranymarha, élő marha, mindenféle marha. De a ló tarisznyájába, vagy a mellhás lovakra
Nagyon limitált az, ami ráfér. Kérdés az, hogy ez a hadjárat válaszolta a 907-esre. Nem volt az. A 907-es hadjárat az egy összeurópai hadjárat volt, aminek a célja az volt, hogy ugrósz, stb. Eliminandum esse. Na most azon folyik a vita történészverkekben, hogy mit jelent az eliminare. Mi tudjuk, mit jelent, ugye? Ezer éve ugyanazt. Teljesen mindegy, hogy azt jelenteni, hogy kiirtani vagy kiűzni, de úgy kiűzni, hogy írmagjuk ne maradjon, tehát az a Kárpát-medencei magyar uralom egyértelmű felszámolását tűzte ki célul. A búcsúféle hadjáratnak nem ez volt a célja, hanem az első Otto ellen lázadó hercegeknek a megsegítése teljes sikerrel. A következőben a 955-ös hadjáratot tulajdonképpen a 954-esnek a sikere generálta, de nem volt meg a fogadó készség sem Európa nyugati felén, sem a résztvevők számát tekintve. Többféle leírása van az augsburgi ütközetnek. Az egyikben érdekességként mondom, hogy Bulcsú, Súr, Lehel elfogják őket, és Regensburgba felakasztatja őket első Otto. Vérbulcsút arany brokát ruhába. Ez milyen ruha volt? Ez a bizánci patricius ruhája volt. Akkor kit akasztatott fel? Egy bizánci patricius vagy egy magyar hadvezért? Érdemes gondolkodni rajta. Egy biztos, hogy a ős magyarok nem szoktak aranybrokát ruhába ütközeteket felvállalni. De arra már volt példa Kurszán esete, hogy vendégként meghívják, és nem sikerül visszajönni. Na most ez mind fikció, amit mondok, játék a gondolatokkal, de hát az egész történelem mindig arról szól, hogy úgy volt-e, miért nem úgy volt, mi lett volna, ha? Ezt a marxista történetírók, ezt a kérdést, hogy mi lett volna, ha, kiirtották. De ha visszamegyünk egy kicsit a történelembe, akkor Livius volt az első, aki azt mondta, hogy igenis, szinte csak azt érdemes vizsgálni, hogy mi lett volna, ha. Hivatásos történetíró volt. Mi lett volna, ha Nagy Sándor augusztus korában él? És akkor megválaszol, hogy úgy vertük volna szét, hogy írmagja sem maradt volna. Ezt megint csak arra mondom, hogy a történelemírás rendkívül viszonylagos. Majdnem inkább azt érdemes figyelemmel követni, hogy amit leírtak, az lehetette úgy, vagy nem lehetett úgy. Hát kérem szépen, hogy az az ókori toposz, hogy létrejön a Kaszpi-tenger partján egy nagyon erős birodalom, amelyik megtámadja az ereje teljében lévő úszokat tőle nyugatra. Szétveri az úszokat, a meggyengült, szétvert úszok megtámadják a mellettük lévő, erejük teljében lévő besenyőket, szétverik őket. A szétvert besenyők megtámadják a magyarok szállás területét, azok meg Irán surány elmenekülnek a Kárpát-medencébe, teljes képtelenség. Zseniális helyzetfelismerés volt. Abban a hatalmi vákumban, ami Bizánc, a kelet-római, kelet-frank királyság és a kijevi rusz között volt egy vákum. Azt tökéletesen a legmegfelelőbb pillanatban betöltötték, a Levente féle déli diverzióval, ami lekötötte az egyetlen egy akcióképes hatalmat a háromból,
És minden további nélkül, úgy, ahogy mondtam, a Kárpát-medence teljes, tökéletes, szinte békés megszállása megtörténhetett. Na most én azt a információt kaptam, hogy tetszenek időnként szünetet tartani. Én nem ragaszkodom hozzá, én szívesen folytatom, de ahogy önök óhajtják. Igen, teljesen egyetértek vele. Tehát ott tartottunk, hogy Augsburg. Augsburg után még folytatódnak a preventív háborúk egészen 970-ig, az Arkadiopoliszi út közetig, amit a besenyők, a magyarok és a kijevi rusz együttesen vívnak meg Bizánccal. Ezt az ütközetet az egyesült magyarok részvételével lezajló ütközetet elvesztettük. Utána jön Quedlinburgi Birodalmi Gyűlés, ott jelenik meg Géza nagy fejedelem küldöttsége, és ott indul el tulajdonképpen a római rituálét követő, ugye 1054 egyházszakadás előtt vagyunk, de már a rituálé néhány hittétel, a kultúra, a nyelv különbözősége, az államapparátus, a kultúra, őrült különbség van Bizánc javára Nyugat-Európában szemben. Róma se jöhet szóba, mert annyiszor feldúlták. 408-ban Alarik, ugye Attila nem, de a gótok, vandálok igen. Egyébként, hogyha a magyarok rabolták volna Európát, akkor nem vandalizmusról beszélnénk, hanem magyarizmusról, vagy nem tudom én miről. No, de visszatérve, tehát elindul egy közeledés a három nagyhatalom közül az egyik felé. Gondolom, a kijevi rusz nem volt érdekes, Bizánc viszont ereje teljében volt, tehát ha igaz az a tétel, hogy a preventív háborúk során mindig a gyengébbet támogatták, akkor a nagypolitika szintjén is igaz lehetett. És ez a magyarázat annak, hogy ebbe az irányba tolta el Géza, és utána István a magyar katolicizmust egészen további 1100 évig. Egy tény, hogy a kétféle térítés az előbb említett különbözőségek miatt azzal fenyegetett, hogy két részre szakad az ország a kétféle rituálé mellett, és Trianon nem 1920-ban, hanem már 1000 évvel hamarabb megtörténik. Tehát zseniális volt István felismerése. Istvánnak ez volt az én véleményem szerint a legnagyobb tette. Ennek a folyamánya volt az, hogy önálló államot szervezett, önálló magyar keresztény államot szervezett, amit Szent László komplettált a déli és a keleti egyházmegyékkel, illetve avar alapokra, ezt sem nagyon szokták mondani, kialakította a vármegye rendszert. Ennek ez a neve, hogy vármegye, nem? Amikor úgy hívtuk, hogy megye vagy bárhogy, az nem volt pontos. Ez vármegye. No. Én úgy tudom, hogy további meghívásom is lesz. Én a Szent István utáni időszakot egy külön előadásra gondolnám, de megtetszenek engedni, akkor rátérnék az archeogenetikára, mert ugye ez volt a kérés. Igen, hát ugye számos olyan kérdés van, amit feltétlenül tisztázni kell majd, hogy mit jelent az, hogy keresztény frank típusú államot szervezett István, miért nem frank állam? Majd pontosan elmondom. Milyen következménye volt annak, hogy önálló egyházat szervezett? Mit jelent az, hogy apostol király? Miért apostol király?
amikor például első ottó is a saját fajtáját, a szászokat, dolomenceket, és a többit megtérítette, mégsem mondta rá egy pápa se azt, ami Zserbé Dóriák, második szilveszter, Hartwig legenda szerint, hogy te apostol vagy, én meg apostoli vagyok. Ha ez igaz, akkor mi az egyházi hierarchiában az apostol király helye? Ha úgy fogom fel, akkor itt van a magyarázat, hogy egyházi zsinatot lehetett összeírni, egyházi törvényeket lehetett hozni. Senki nem vonta kétségbe az investitúra jogát a magyar királynak. Szegény második Plantagenet Henry kénytelen volt Beckett Tamást agyonveretni, meg agyonszor meggyilkoltatni, mert nem adott igazat a királyának, amikor követelte az investitúra jogot. Német-római császárnak se volt, negyedik Henrik, tessenek emlékezni, Canossa. Ez elhúzódott egész 1252-ig, második Frigyes. Belebukott a német-római császárság, felszakadozott hét választó fejedre. Senki nem vonta kétségbe. No, de erről majd legközelebb. Mit jelent az, hogy archirégnum? Mit jelent az, hogy régnum marianum? Mit jelent ez a Szent Korona eszme? Mit jelentett a Szent Korona eszme, mint magyar gondolat, önálló magyar gondolat, aminek semmiféle hasonlása nincs semmivel? Mi a megmaradásunk titka? Hát többek között a Szent Korona eszme, de ez akkora téma, hogy ez önállóan megél egy előadást. Szent István megépítette a saját királyi kápolnáját Székesfehérváron. Székesfehérváron ezt megelőzően volt egy kör alakú templom, amit Géza épített. Ez tipikusan kaukázusi keresztény építkezés. Ugye az első keresztény ország Örményország. Miért volt második András Grand Seigneur Európába? Mert az örmény királyi családból származott. Tehát édesanyja Andőssátyón, apai ágon, Rajnáldőssátyón, de anyai ágon örmény királylány. És Andőssátyón testvére Mária Manuelnek lett a felesége, ezért mehetett ő hozzá harmadik Bélához. Tehát óriási távlatok vannak, de majd erre is érdemes kitérni, hogy a dinasztikus kapcsolatok hogy helyezik el az Árpádokat a korabeli Európába. Most itt tartunk, hogy tehát 1018-ban kezdik építeni, ennél hamarabb egyetlen egy román stílusú építkezésről tudunk, ez a 1008 Gyulafehérvár, ugyancsak egy román stílusú katedrális. Később átnevezik Nagyboldogasszony, illetve Szűz Mária székesegyházzá, és körülötte, ahol tetszenek látni, van egy kolostor. Ezt többször átépítik a történelem folyamán, utoljára Hunyadi Mátyás a Hunyadi kápolnával egészítik, és ott temetik őt is el. Miért volt rendkívüli jelentősége? Azért, mert minden magyar királyt ott koronáztak meg, a Szent Koronával koronázták meg, és az esztergom érsek koronázta meg. Ha bármelyik feltétel hiányzott, nem volt érvényes a koronázás, semmi nem pótolta egyik tényezőt sem. Például Károly Robertet háromszor kellett megkoronázni, mert nem állt rendelkezésre az első két koronázásnál a Szent Korona, és hiába jött a pápai rendelet, dekrétum, hogy el kell fogadni a pótkoronát, azt a nemzet már akkor nem fogadta el. Miért kellett Mátyásnak 80 ezer aranykoronát kifizetni a Kottán Erné által ellopott koronáért? Mert magyar király csak úgy lehetett.
hogy mekkora pénz volt 80 ezer arany, annyi, amennyit a pápa küldött Mátyásnak, kicsit többet, 100 ezeret, a török ellenes hadjáratra. Tehát itt is most ugye pénzről beszélünk, ami nagyon csúnya dolog, nagyon mocskos dolog, mert eszmetörténetről beszélünk, de hogyha ki akarjuk a korona értékét, akkor anyagiakba fejezni, hát ennyi volt az értéke. No, a Szűz Mária Székesegyháznak a sorsa az volt, hogy törökök elfoglalták, zsoldosok kifosztották, már Mátyás halála után a második Ulászló koronázási környéki villongásoknál már kifosztották, majd a török időkben megsérült, török kiűzése után állt, nem sérült meg annyira, hogy ne lehetett volna helyreállítani. A Habsburgok rendkívül tudatosan hagyták, hogy széthordja a lakosság a kövek egy részét, és ha szembeállunk a képen a jobboldali torony helyére, amit lebontottak, egy barokk püspöki palotát emeltek, hogy soha ne lehessen a Szent István féle bazilikát helyreállítani. Ott temetkezett el a királyaink közül 15, felsorolt árpádházi királyok, emellett árpádházi hercegek, királynék és néhány nemes úr, illetve a vegyes, tehát a két Ansó, utána ott temették el Habsburg Albertet, az egyetlen rendes Habsburgot, aki Budáról akarta kormányozni a birodalmat, és általában nagyon szívélyes, udvarias volt a magyarokkal, ismerte a történelmüket, és ez szerint viselkedett. Aztán ott temették el Mátyást, ott temették el Szapolyai Jánost, hát feltételezik, hogy Szapolyai is holtteste is ott maradt, de vannak olyan írott források, hogy mégis elvitték Székesfehérváron. Hát jelen pillanatban így néz ki a romkert, ami hihetetlenül méltánytalan. Én nagyon sok helyre hívtak meg a világon, láttam a Westminster Abbeyt, El Escorialt, Toledo mellett, bécsi kapucinusok templomát, Wawelt, és a többi, és a többi, a Wawel. Ugye mindig három síron van virágcsokor és ég a gyertya, Hedvig, Báthory és Pilsudski. Nekünk nincs egy ilyen emlékhelyünk, ahova el lehetne menni, gyertyát lehetne gyújtani, és megemlékezni azokról az emberekről, akik olyan államot hoztak létre, amelyik ezer éve fenn van, és akik, ha nem lettek volna, most nem beszélhetnék önöknek róluk, nem beszélnénk magyarul, és nem tudjuk, hogy itt mi lenne. Feltételezhetően valamiféle germán Wirtschaft. Az alaprajzon ott tetszenek látni, hogy hova temették el a királyokat. 1848 karácsony előtt, amikor épp a Rótféle hadsereg vonult Székesfehérvár felé, véletlenül találtak egy sírt, és a korabeli, hogy mondjam, földmunkásoknak volt annyi esze, hogy azonnal szóltak egy régésznek, Érdinek. Megálltak a munkával, másnap folytatták. Itt találták meg harmadik Béla sírját, itt talán egy kicsit, akinek jó a szeme, megtalálja, hogy igen. Tehát harmadik Béla feleség Ándős Ation, tőle, ha szembenézzük a képet bal oldalon, egy 30 év körüli férfi háza, harmadik Béla lábánál, egy áldott állapotban elhunyt asszony és a magzatcsontváza, és a őtőle jobbra pedig egy rendkívül roncsolódott férfi csontváz. Érdi
a harmadik Béla mellett fölötte, kicsit fölötte lévő csontvázról, hogy pontosan olyan, mint harmadik Béla, ha a fejlődésének egy fiatalabb életkorában lenne. Tehát feltűnő volt a hasonlóság. Ha megnézzük a korabeli mérnök embernek a rajzát, akit kihívtak, hogy rajzolja le, hogy mit lát, nagyon érdekes az, hogy a 2/52-es, tehát a fiatal férfi koporsója 50 cm-rel mélyebben van, mint a másik négy. Fölötte a templomnak a padozata nincs áttörve, még harmadik Béla és Ándős Átéjön fölött, igen, ennek mi a jelentősége az, hogy mikor eltemették a fiatal embert, utána építették meg a templom padozatát. Tehát ha harmadik Bélát és Ándős Átéjönt meg a másik két embert el akarták temetni, az át kellett törni a padlót. Belátható módon és teljesen nyilvánvalóan ez egy belső vitához adalék, ami nagyon fontos abból a szempontból, hogy minden adatunk 100%-ig pontos legyen. Tehát ebből a hiányérzetből, hogy itt van ez az áldatlan helyzet, a finnugor, a türk vita, a magyar hagyomány teljes mellőzése, az egyik tudományág, az antropológus, a történész, a régész, és a többi nem ismeri el a másik tudományág eredményeit, relativizálja, lenullázza. Innen jött a gondolat arra, hogy létre kéne hozni egy olyan intézetet, ahol alkalmas és képes emberek, akikben még maradt valami tisztesség, nemzeti érzés, keresztény érzés. Tehát összehozni őket, hogy egy-egy témakört multidisziplinárisan vizsgálják meg. Ennek az előzménye az volt, hogy 2014-ben, még az intézetbe kezdtük el a Árpádok genetikai vizsgálatát, annak pedig az volt az előzménye, hogy 1999-ben Közép-Kelet-Európában az intézetben jött létre a legelső molekuláris patológiai osztály, sőt, ugyanabban az évben még kettő. És minden évben a daganat DNS-t vizsgáltuk 2-3-4 ezres szériában azokat a DNS elváltozásokat, polimorfizmusokat, amelyek a sejteknek az anyagcserét daganat irányába tolja el, tehát elveszítik a sejt normális funkcióit, egyetlen funkció marad a korlátlan szaporodás és az áttétképződés, tehát bizonyos ismereteink a DNS-ről voltak. Tehát a gondolat onnan jött, 2012-ben a Raskó professzor előadását hallottam Kolozsváron, aki összehasonlította a honfoglalás kori lovakat korabeli más lovakkal. És azt találta, hogy a legközelebbi, a magyar lovak legközelebbi rokona a türkmén lov. És a rezümé az volt, hogy a türkmén lovak voltak a kor Rolls-Royce-ai. Nem tudom, hogy mennyi benzint fogyasztottak, de biztos, hogy kiváló teljesítményre képesek voltak, mert eljöttek Türkmenisztánból egész a Kárpát-gericig. Na mindegy. Tehát Szentirmai professzorral beszéltem, ő az intézet patológus, hogy ennek van-e egyáltalán valami esélye. Hát azt mondta, hogy a puding próbálja az evés, szerezzünk középkori csontokat, próbáljuk meg extrahálni a DNS-t, és meghatározni a töredezett DNS-t. Így is történt, sikerült, és utána leültünk 3 régésszel, 3 hölgyel, akik benne voltak a 1980-as évek munkacsoportjában, amit Szent Ágotai professzor vezetett, ők csinálták a régészetet. Elmondtuk, hogy mit szeretnénk. Nem nagyon
helyeselték. Sőt, mint több, a háromból kettő azt mondta, hogy teljesen kizárt, ebből semmi nem lesz, ők már próbálták svábokkal együtt, Müncheniekkel nem megy. És amikor elmentek, arról beszélgettek, hogy ja, abban maradtunk, hogy küldenek csontokat, és ki tudjuk vonni, nem tudjuk kivonni a DNS-t. Nem voltunk úri emberek, mert akkor már tudtuk, hogy ki tudjuk vonni. De a három hölgyből az egyik jelentkezett, hogy abban maradtak ők hárma, hogy nem középkori csontokat küldenek, hanem majom csontot. Na most Nagy Pista bácsinám, én úgy vizsgáztam anatómiából, hogy feldobta a kéz középcsontot, és mire leesett, meg kellett mondani, hogy melyik. Visszaüzentem ugyanazon az úton, hogy rá fogjuk írni a régész hölgy nevét a majom csontokra, hogy az ő csontja. Úgyhogy ez a opozíció kiesett. Rövidre szeretném fogni. Tehát elmentem Bíboros úrhoz. Az igazi tudós nagyvonalúságával 2 perc alatt beleegyezett, hogy mintát vegyünk a Mátyás templomba elhelyezett 11 csontvázból, amit királyinak gondoltak a 19. században, és még egy feltétele volt, hogy a régészet Pintér miniszter úrhoz tartozott, aki adott 20 millió forintot. Ezt kifizettük a Reneszánsz Kft-nek, aki kinyitotta és visszahelyezte a kriptát, és a nyugat-európai partnereknek, akikkel együttműködtünk. Mi meg összekapargattuk a maradék vegyszereinket, és ingyen és bérmentve kommunista szombatok keretében megcsináltuk ezt a munkát. No, ez az egyik kutatási irány. A másik kutatási irány, amit a szegedi kutatócsoport Raskó professzor utódai Török Tibor Neparácki Endre hoztak a magyarság kutatóba, ez a populációgenetika, tehát a népcsoportoknak a vizsgálata. És végül a harmadik, aminek ugyancsak még a kormány előterjesztés alatt minden részletet kidolgoztunk, hogy az Árpádháziakon kívüli további királyok meghatározása hogy lehetséges. Tudnék, az Árpádháznál annyiban egyszerűbb a dolog, ha egyetlen egy árpádházi férfi jellegzetes DNS szakaszát ismerjük, minden további csontváz, amiben ugyanaz a DNS szakasz van, ő árpádházi. De a többi királynál olyan referencia személyt kell keresni, akiről biztosan tudjuk, hogy ő az, tudjuk, hogy hol van eltemetve, és belőle kell kinyerni azt a DNS szakaszt, amivel, ha megegyezik, valamelyik ismeretlen csontváz megadott DNS szakasza, így tudjuk az ansukat és az összes többit azonosítani. Igen, hát elkezdtem mondani harmadik Bélát, Mátyás templomba tudtunk bejutni, hogy említettem. 1896-ban millenniumra hozatta fel Ferenc József a 2 csontvázat, és alakították ki ezt a gyönyörű oldalkápolnát. Nem elég nagy a nagyítás, de úgy írja Ferenc József, hogy királyi ősöknek. Akkor már túl van a királyi eskün 1867-en. Itt van harmadik Béla. Andrés Átion munkában a Reneszánsz Kft. A szarkofág fedelének leemelése után rézládákat találtunk, szakszerűen felbontották, és benne találtuk azt a jegyzőkönyvet, amit még Török Aurélék írtak le, amikor elhelyezték a Mátyás templomban a csontokat, ott van Török Aurél aláírás, ő volt Magyarország első antropológus professzora. A felbontva a rézládákat, üvegkalitkákat találtunk, és azokban gyócsba
csavarva helyezkedtek el a csontok. Na ebben a pillanatban mindenkit elküldtünk, és attól kezdve műtői sterilitás körülményei között folytattunk mindent. Az intézet egyik kocsiját kisterilizáltuk, és átvittük a intézet műtőjébe a csontokat. Ez az alaksori szarkofág felnyitása. A műtőben sorba mind a 11 csontvázat felszabadítottuk, és külön-külön megvizsgáltuk. Érdekességként mondom, nincs idő, hogy beszéljek róla, de a harmadik Béla koponyáján egy gyógyult trepanáció van. Nagyon messzire vezet trepanáció, mi volt a szerepe, mi történt a pilisbe, és a többi, és a többi. Ha eltetszenek tudni képzelni, egy rendkívül nemes európai típusú koponyát, harmadik Béla az. Tetszenek látni egy műtő, egy beteghordó kocsira kirakva a csontvázat, alig fért rá. Próbáltunk, ezt aztán összeraktuk, amennyire lehetett anatómiai helyzetbe, de olyan csontokat láttunk, 192 cm-es ember. Olyan izomeredés és olyan izomtapadás, ugye patológus professzorok voltak többek között, akik azt mondták, hogy az modern olimpiákon 8-10 aranyérmet minden további nélkül megnyert volna. De az átlag magasság 1190 körül olyan 154-158 centi volt. Hát tessenek belegondolni, hogyha ez a 192 centis ember nem egy fejjel volt magasabb, hanem kettővel. Megjelenik a harcmező. Hát úgy nyílnak meg előtte a sorok, ahogy kell. Az ő fia volt első Imre. Emlékezetes, hogy bevonult a lázadó öccse, második András táborába. Egy teljesen egyedül megfogta az öccse szakállát, aztán kivezette. Senki nem mert hozzányúlni. Mert szakrális király volt. Meg lehet, hogy ő is 190 centim. Feleség Ándösát jön, egy igazi filigrán asszony volt, majdnem úgy lehetne mondani, hogy nyugodtan lehetne egy mai francia asszonynak a csontváza. 7 gyermeket szült, ez a medence torzulásai látszott is. Minden esetre előtt csak annyit mondanék, hogy hihetetlen fájdalmak között tudott járni. 37 évesen halt meg, ismert gyerekei közül Imre hamar meghalt, második Endre Európa grandszenyőrje, lánya Margit, Angelos Izsák, bizánci császár felesége, Izsák meggyilkolása után fél évig ő a birodalom császárnője, hozzám egy 1204 után vagyunk, Monferrati Bonifácoz a keresztes vezérhez, őt is megölik, hozzám egy Saint Clair lovakhoz, tőle származott Béla fia, és visszamenekültek Magyarország, Macsói bánság lett az övék. Hát itt van a kritikus 2/52-es csontváz. Ugye semmiféle előzményünk nem volt. Tehát reszkőfűrészt használtunk a mintavételhez, azért nem pörgőfúrókat, mert ott hő termelődik. Reszkőfűrésznél nem, tehát az esetleg termikus DNS degradációt próbáltuk így megelőzni, aztán azóta már tudjuk, hogy nem kellett volna rá vigyázni, de akkor ezt nem tudhattuk. Minden egyes csontból, minden egyes csontvázból 5 csontból vettünk mintát. Mindegyik mintát, amit felül tetszenek látni, 4 felé vágtunk. Egyiket elküldtünk a Göttingeni Egyetemnek, egyet a Max Planck Intézetnek,
egyment a Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének, és egy maradt az intézetbe, azért küldtük több felé. Ismerve a magyar viszonyokat, ne lehessen azt mondani, hogy meghamisítjuk az adatokat, nem igaz, csalunk, hamisítunk, és a többi, és a többi. Nem értünk hozzá, mert onkológusok vagyunk. Beleturkálunk a régészek, mit tudom én kinek a kompetenciájába, ezt el akartuk kerülni. Jól is tettük, mert minden egyes mintát kódszámmal láttunk el, és végül is azt lehet mondani, hogy a göttingeniek és az intézet minden egyes kódolt adata megegyezett. Most ez egymást hitelesítette, és minden további ezzel kapcsolatos vitát kizárt. A MTA Régészeti Intézetéből nem kaptunk genetikai adatot, a Max Planck intézetből se. Megnéztük a csontvázakat, hogy valamilyen betegségre utaló jelet fel tudunk-e fedezni, nem egyet, nem kettőt találtunk. Ott len jobb oldalon tetszenek látni egy összenőtt csigolyasort, ez a Forestier betegség táplálkozással függ össze, és a klerikusok tipikus betegsége volt az egyoldalú táplálkozás a középkorban. A genetika is azt igazolta, hogy feltehetően ő egy ortodox főpap lehetett, mert a genetikai mintázata a Mediterráneum felé mutatott. Mindegyik csontról csináltunk CT-t, háromdimenzió, ugyanúgy, hogy annak idején az Uzsoki kórházban minden csontról Szentágotai professzor úr csináltatott kétirányú röntgen felvétel. Ez azért volt fontos, mert menet közben jelentkezett egy régész, hogy nem harmadik Béla csontvázáról van szó, hanem Könyves Kálmán. Ez a két ember jöhet szóba, ha feltételezzük, hogy a felesége mellé temették el. Könyves Kálmán sok minden kizárta, de a döntő az volt, hogy úgy írják le a halálát, hogy a fülén keresztül kifolyt az agyveleje. És a környezete főhívta a figyelmét, hogy meg fog halni, gyónjon meg, stb. Stb. Párakötést tettek fel a sebre, de aztán mégse halt meg, hanem csak egy kicsit később. Tökéletes a párakötés leírása, tehát nyilván ez egy belső fülgyulladás volt, masztoiditisszel, ami azonban a koponyán nyomot kellett volna, hogy hagyjon. Mivel megcsináltuk a háromdimenziós CT felvételeket, és tökéletesen épp a koponya, ezzel ki lehetett zárni Könyves Kálmánt. Hát ez volt az a társaság, amelyik rászánt másfél napot. Még a feleségemet említem meg, aki folyamatosan sütötte a pogácsákat. No, min alapulnak a genetikai vizsgálatok? Tehát minden ember az átörökítő anyagát az anyától és az apától örökléshez minden egyes emberi sejtben ugyanaz. Az úgynevezett mitokondriumokban vannak az anyai kromoszómák, és a sejtmagban lévő kromoszómák között van az úgynevezett csak férfiakban előforduló Y-kromoszóma. A mitokondriális DNS-ek és a Y-kromoszóma megadott szakasza, egy adott szakasza, úgy mondom, a mitokondriális anyai DNS-ek a nőkbe, az a bizonyos szakasz, az Y-kromoszóma egy megadott szakasza pedig a férfiakban örök időkig változatlanul öröklődik. Illetve 400 évente szokott előfordulni egy mutáció, de ezt matematikai módszerekkel pontosan lehet követni. Így néz ki az apáról fiúra való öröklés az Y-kromoszóma, illetve a mitokondriális
DNS-nek az öröklődése. Ezt tessenek nekem elfogadni, hogy ez úgy van, ahogy nagyon röviden elmondtam. A kétféle meghatározás lehetséges. Az egyik az úgynevezett autoszomális short tandem repeat szakaszoknak a meghatározása, anyai-apai előbb említett öröklésmenet mellett, és jobb oldalon az Y-kromoszóma rövid szakaszai, amik gyakran ismétlődnek a DNS-en belül, de a családonként más és más a távolság az ismétlődő szakaszok között. Ezt teszi lehetővé, hogy a különböző emberekbe ne nagyon forduljon elő, illetve csak az apa-fiú beegyezzen meg. Ha nézzük az autoszomális, tehát apai és anyai markereket, akkor a megegyezés harmadik Béla meg az ifjú ember között 87%. Itt fel van sorolva, hogy ez milyen valószínűségeket jelent az autoszomális STR marker alapján. De ha csak az apai öröklődést vesszük alapul, akkor azt lehet látni, hogy harmadik Béla meg a 2/52 között 16 markerből 16 egyezik meg. Ez egy olyan magasú egyezés, hogyha ezt a DNS vizsgálatot végzik el, mondjuk az apa azonosításra, mondjuk gyerektartási pereknél, akkor csak 12 markert néznek. De itt 16 marker egyezik meg. Tehát apa-fiú kapcsolatról van szó, a legnagyobb valószínűség szerint. Ennek vannak leágazásai, de hogy mondjam, ez messze meghaladja a mai előadást. Még két csontváz van, ahol feltehető, hogy a csontváz eredeti személye Árpádházi, de annyira degradálódott a DNS, hogy tehát ugye mindig 100%-ról beszélünk genetikai bizonyításnál, itt ezt nem lehetett elérni, mert nem volt olyan minőségű a DNS. A többi paramétert összevetjük, akkor minden valószínűség szerint a fiatal ember harmadik Béla édesapja, második Géza. Meghatároztuk, hogy ugye ha Ádámtól indulunk, akkor az Y-kromoszómában ugyanúgy megvannak az oszlások, de 400 évenként a mutációk jelentős eltérésekhez vezethetnek. Ennek alapján római nagybetűkkel jelöljük az Y-kromoszóma típusát, és végül is azt lehetett mondani, hogy a feltüntetett négy férfi az R1A csoportba tartozik. Az R1A csoportról azt kell tudni, hogy körülbelül 25 ezer évvel ezelőtt alakult ki, hát inkább úgy fogalmazok, hogy Iránnak, Perzsiának az északi része, ez az indo-iráni csoportnak a megjelölése R1A, tehát teljesen egyértelműen az Árpádok, illetve az őseik, azok indo-irániak, másképp indo-árják. Az, hogy Dófi bácsi árja volt, vagy nem volt árja, már sose tudjuk meg. De azt tudjuk, hogy az Árpádok árják voltak. No most, hogy tovább tudjuk bontani azt, hogy R1A, azt tovább kell vizsgálni a DNS-t, mégpedig úgy, hogy ahogy említettem, 3,5 milliárd bázispár ad ki egy DNS-t, egy kettős sávba. Tehát mindegyik bázispárt meg lehet határozni egy teljesen automatizált, rendkívül igényes berendezéssel, és ezt elvégeztük egy a vizsgálatok következő fázisába, és így tudtunk a R1A csoporton belül eljutni az úgynevezett RY2232 alcsoportig,
ami még tovább bomlott három további variációra, és ebből, amit tetszenek látni, az R-árp, az az R-árpád, csak az árpádokra jellemző DNS szakasz. Ezeket a munkákat nagyon nívós lapokban közöltük le. Hát mondjuk ez volt a magyar archeogenetikában eredett kutatásban egy rendkívül lényeges áttörés, mert az R-árp az 4500 évet jelent, és a ókori Baktria területét jelenti, ami most Észak-Afganisztán. Ez az az egyetlen egy ország, amit Krisztus előtt a 345-50 körül, egyetlen ország, amit Nagy Sándor nem tudott elfoglalni. De azóta se tudta senki elfoglalni, se az angolok, se az szovjetek, se amerikaiak, soha senki. Nagy Sándor mit csinált? Elvette feleségül a királylányt, Roxánát. No, ha le akarjuk írni azt, hogy az Árpádok ősei, tehát maga a család milyen irányba mozgott, akkor az első útjuk, tehát Krisztus előtt 4500-tól a Tárib-medence felé vezetett, franciák vizsgáltak egy 200 fős temetőt, és ott találták meg az Árpádokhoz legközelebbi haploidot, DNS szekvenciát. Tehát igenis, az Árpádok beletartoznak abba a vonalba, ami Baktria, Tárib-medence, Urálnak a déli, nyugati, keleti, majd déli, nyugati szakasz és a Kárpát-medence. Majd a hunok mozgásáról is mutatnék valamit, kísértetiesen egybeesik, és Krisztus után 200 körül akkor találkoztunk a hunokkal, amikor a mi őseink és a hunok elértek az Urál déli és, a dél, és az Uráltól nyugati részekre. Tehát itt van a francia cikk, amire hivatkozom, és tetszenek látni, hogy leírják, hogy hol vannak hasonló szekvenciák. Ott van a harmadik Béla, meg egy-két magyar temető. Hát a vándorlás, amit elmondtam, itt van tetten érhető. Tehát ők az Árpádok. A székesfehérvári osszárium, ami végül is nem tudták feldolgozni az osszárium leletanyagát sem a millénneumra, sem 1938-ra az eukarisztikus világkongresszusra, és a föld alá lesüllyesztett, legalább védett ládákban van 900 ember összekevert csontváza, benne több magyar király, benne Szent István és Szent Imre. Fel van írva, hogy kik vannak ott eltemető, és fel vannak írva a nem árpádházi, oda eltemetett magyar királyok, illetve hercegek. Ezt a részt azért szeretném lezárni, hogy Szent Lászlót, ahogy említettem, 1092-ben harmadik Béla avattatta szenté. Utána a fej erekjét egy hermába helyezték el, de akkor már László halott volt. 1095-ben halt meg, tehát nem tudták megmintázni az arcát. Ahogy rekonstruálták harmadik Bélának az arcát, és összevetjük a hermával, teljesen egyértelmű, hogy a Lászlót szenté avattató király arcvonásait őrizte meg a herma. Ide tartozik, hogy meghatározták Szent László fej erekjének a genetikáját is, teljesen egyértelmű, hogy Szent Lászlóról beszélünk, ő a világ első szentje, akit pontosan archeogenetikával azonosítani lehetett. Még kiket lehet vizsgálni? Szent Irmai Zolival elhívtak Vácra a múzeumba, és mutattak körülbelül 500 csontot. Hogy válogassuk ki belőle,
Szent László bátyának, első Magnus Bélának a csontjait. De akkor már 20 millió forintunk mind elfogyott. Tehát neki se tudtunk kezdeni, és nem volt semmiféle feltétele annak adott, hogy megnézzünk nagyon sok tucat, több száz csontot. De félre van téve, és amikor eljön az idő, egészen biztos, hogy Gézát azonosítani lehet, és bár romokba áll a magyaródi templom, amit Géza alapított, a magyaródi csata emlékére látomás, tetszenek emlékezni, gyönyörű a képes krónika rajza, tehát itt meg lehet határozni. Minden héten olvassuk, hogy Első Andrást és Dávidot meghatározták Tihanyba. Nem ez a helyzet. Tudjuk azt, hogy ott temették el Első Andrást és a legkisebb fiát, Dávidot, abba az apátságba, amit 1055-ben ő alapított, Tihanyi alapítólevél, tetszenek emlékezni. Tehát tudjuk, hogy ott van eltemetve. De ott is ugyanaz történt, mint ami máshol, nagyon sok csont összekeveredett. Radiokarbon vizsgálattal találtak a sok csont között olyat, amit körülbelül 1000 után néhány évtizeddel temettek el, de az, hogy ő Első András legyen, vagy Dávid, az meg kéne csinálni a genetikai vizsgálatát, és ha ugyanaz jön ki, mint ami harmadik Bélánál, akkor ő Első András. Több mint 3/4 éve várjuk ezt az eredményt, de nem jött semmi. Na most ez ugyanaz a társaság, akinek mi is adtunk egy szeletet a vizsgálati mintából, és onnan se jött ki semmi. És ez ugyanaz a társaság, akik szereztek egy szilánkot a Herma csontjából, és az is szőrén szállán eltűnt. Tehát majdnem úgy néz ki, hogy minden árpádházi csont, amit jutottak, eredmény nincs, meg csont sincs. Amit még fel lehet lelni. Tudjuk azt, hogy az egresi kolostor második András alapította, ott temették el, ezt is olvassuk, megtalálták, nem találták meg, kolostor megtalálták, meg kéne lelni a csontvázat, el kéne végezni a vizsgálatot. Ugyanez vonatkozik negyedik Bélára és legkisebb fiára Bélára. Esztergomba állítólag egy jelenlegi fürdőszoba alatt vannak a csontvázak. De utána kéne menni, és el kéne végezni az archeogenetikai vizsgálatot, a Hunyadiak. Itt szeretném elmondani azt, hogy milyen módon tudunk hozzájutni a sok ismeretlen csontvázból a királycsontokhoz. Ugye a Hunyadiak származásáról annyit tudunk, hogy Hunyadi Jánosnak az apja Hunyadi Vajk, az ő apja Serbán, ahogy leírják, ugye Olá Jankó. Na most ez semmit nem mond, mert a luxemburgiakra azt mondták, hogy semmi közük nem volt hozzá, valahonnan Lotaringiából származtak, és ez visszatérő dolog, tehát semmit nem mond. De ha mondana, akkor is. Tudjuk azt, hogy ugye hogy nézett ki? Szent László Horvátország, nem írtotta ki társország. Könyves Kálmán Dalmácia, nem írtotta ki társország. Harmadik Béla, Bosznia, Ráma királyság, nem írtotta ki társország. Fia, második András, Ladics, Halics, Lodoméria, és második András idejébe a kúnok megjelennek Moldvába, elsősorban Moldvába, mostan, tehát Románia, Regát, északi része Moldávia, Kumánia, Kúnország, és délen, amit második András megszervezett, Ungaro-Valahia, magyar Oláország. 7 püspökséget szervezett Milkó például. Azért telepítette be a német lovagrendet,
hogy ezt az egyház szervezést katonailag garantálja. Csak mivel ők függetlenedni akartak, és pápai hűbért akartak a Szászföldtől kialakítani, azért zavarta el őket Pomerániába, lengyelek legnagyobb örömére. De minden náció a környéken hunyadít sajátjának vallja. Román. Románok akkor nem is voltak, maximum vlávok jöhettek volna szóba, de tudjuk azt, hogy ez kecskepásztor nép volt. Rombúny, az pásztort jelent. Tehát ha valaki havas Alföldről idejön, legnagyobb valószínűséggel kún, vagy ne adja Isten, kún és mongol kenész. Tudjuk azt, hogy a kenészséget, tehát a kvázi a nemességet, ez a két népcsoport biztosította, visszamehetünk Batu, utána Nogáj, utána Basszarab, és a többi, és a többi. Tehát a hunyadiak, ha úgynevezett románok lennének, akkor a mongolokra vagy a kunokra jellemző genetika jön ki, de román semmiképp. Luxemburg is, így van, nem mondom a történetet, szerbek, szibinyániánk, felteszik, hogy Brankovicsnak a törvénytelen fia volt, de mondják, hogy olasz származású. A szlovének 500 éve várják, hogy Mátyás előbújjon a hegyomrából, és segítse a kedves szlovén népét, és a többi, és a többi. Na most, ugye ennek rendkívüli jelentősége van, hogy a hunyadik milyen etnikumúak voltak. Én most nem arról beszélek, hogy ez a román nacionalistákat az úzvölgyébe majd hogy érinti, de egyszerűen, mivel erre politika épült fel, politikai döntések születtek, ér volt. Ezért nem mindegy, hogy ez micsoda. Na most. 1919. decemberében, amikor az 1006-ba építeni elkezdett román stílusú gyulafehérvári bazilikába bevonultak a román katonák, összetörték Hunyadi János testvére, Hunyadi János fia, Hunyadi László szarkofágját, a csontokat kiszórták, ugyanúgy, ahogy János Zsigmondét, Izabelláét, Martinóczi Fráter Györgyét, és a többi. Gyerekkori élményem, hogy édesapám 12 évesen elvitt Gyulafehérvárra, és az ekkora gazba a márvány darabokból, ha akarom, összetudtam olvasni, hogy Hunyadi. Még egy élményem volt, hogy egy idős fekete ruhás ember sétálgatott egy majdnem eltorlaszolt kapu mögött. Édesapám mondta, hogy ő Márton Áron. Én nem tudtam, hogy ki Márton Áron, de aztán utána megtudtam. Tehát ha Mátyáshoz közel akarunk jutni, a felmenők között nem találunk referenciát. De az utódai között igen, mert ugyan törvényes gyermeke nem volt, de Édelpek Borbála polgárlánytól Korvi János született, és Korvi János és Frangepán Katali házasságából Frangepán Kristóf és még két gyermek. Őróluk pedig tudjuk azt, hogy Lepoglavában egy pálos kolostorba temették el. Tudjuk azt, hogy a pálosok voltak a hunyadiak preferált szerzetes rendje, csodálatos gótikus katedrális, inkább azt mondom templom, és kis barokk átépítése. De ha az ember megnézi Lepoglavát, akkor képzelheti el, hogy milyenek voltak a magyar gótikus katedrálisok. Nem csak a Mátyás templom, Kassa, hanem végigmehetünk a magyar nagyvárosokon. A lényeg, hogy horvát miniszter asszonya legalább 7-szer beszéltem, hogy engedjék meg, hogy mintát vegyünk. Mindig megígérte, nem nagyon tudtunk előre haladni. A oktatási miniszter támogatta, Fuchs úr, és a végén a döntő az volt, hogy Bózse Rados úr, a varasdi püspök expressis verbis megengedte.
és utána minden további állami testület megengedte. Úgyhogy így jutottunk el Lepoklavába, és a Magyarság Kutató Intézet feltárta mind a két sírt, és régészeti vizsgálatot. Magunk között vagyunk, mondom, hogy a harmadik Bélához képest Korvi Jánosnak a csontváz olyan volt, mint egy csecsemő. 155 centi. No, tehát, hogy összefoglaljam. Bizonyítottuk STR markerekkel, hogy apáról és fiúról van szó. Fel volt írva a koporsókra a szarkofágban, hogy Johannes Corvinus Christophorus Corvinus. Tehát ezzel eldőlt az, hogy apa és fiú, és eldőlt az, hogy hunyadi leszármazottak, illetve hogy ők a Corvinok. Amit megerősített az, hogy az anyai markerek visszautaltak Édelpek Bolbárára Korvi János esetében, és Frangepán Katalinra a mediterrán, hogy mondjam, gén mintázat alapján. A szekvenálás pedig egy nagyon ősi kárpát-medencei eurázsiai gére utal vissza a férfi, ami előfordul mindenütt az időben, ahol a mi őseink, a magyarok jártak. Tehát a vaskorban, Kazasztánban egy arab avar elit sírjába, a csontvázba, egy Árpád korabeli magyar nemesi sírba, és egy középkori magyar sírba. Biztos, hogy nem luxemburgi, és a többi, és a többi. Nincs olyan, hogy magyar gén, de ennek alapján tessenek véleményt formálni, hogy etnikailag ki volt Hunyadi. Egy biztos, hogy az idők folyamán a rokonok megjelentek európai országokba, csak 100 évekkel később. Angliában 2 van. Ennek mondani, hogy melyik az a két ország, ahol egy sincs. Egyik Románia, másik meg Szerbia. No, nagyon rövidre fogom, mert túlléptem az időt. Tehát ezek a korok azok, amiket a magyarság kutató populáció genetikailag vizsgál. Itt most összefoglalóan mondanám azt, hogy az Árpád korabeli magyarok, nagyon tudatosan nem mondok honfoglalót, anyai ágon ezt a génkészletet hordozta, és apai ágon pedig a jobb oldalit. Tehát akkor, amikor a magyarság származásáról beszélünk, akkor az ázsiai vonalat semmilyen körülmények között nem lehet kihagyni. Nagyon szépen köszönöm a türelmüket. A megállapodás az volt, hogy a végén lehet kérdezni. A szünetet kihagytuk, úgyhogy parancsoljanak. Polgári Mondó. Érték a felszínen.